Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. László Imre, akit önöknek el kell, hogy mondjam, hogy privátba tegeződünk, hisz évtizedekkel ezelőtt ismertem őt meg a Tel Avivi tengerparton, akkor én úgy tudtam, hogy egy zsidó családból származik. Több találkozásunk és beszélgetésünk alatt soha nem volt szó sem Eichmannról, sem Adolfról, sem egyetlen náci vezetőről sem. Én akkor azt hittem, hogy a barátom, sőt, otthon érezte magát az újkori zsidó államban, és beszélgetéseinkből is mindig azt tűnt ki, hogy ő inkább ez a Tel Aviv, New York, Budapest tengely, egy embermentő, aki a katonaságnak szentelte az életét, a katonaorvoslásnak. Úgyhogy nem is tudom, mi történt, ezekről próbálom kérdezni, mert szerintem tévedni én is szoktam, de ekkorát nem tévedhettem, hisz mindahogy tudják, nekem is van egy édesanyám, és volt vagy 130 rokonom, akik nem lehettek 138, nem lehettek a rokonaim, mert kinyírták őket, sőt, mi több, Auschwitzba anyámnak önálló házi orvosa is volt, akit Mengele névre hallgatott. Anyám még mindig él, ikertestvére már nem, szülei sem, és a családból sem sok maradt. A mi feladatunk az utódoké, hogy újból a családfát fölépítsük, és új friss ágak legyenek. Valami hasonló cipőbe járhatott az ő családja is. Akkor mi történt, Imre? Hogy mi történt? Hát leghatározottabban vissza kell utasítanom azt, hogy a náci Németország vezetőjével kapcsolatosan bármilyen elismerő szavakat használnék. Na de hát egy, a felvételen úgy tűnt. Hogyne. Egy görbetükör, aminek leszették a keretét, és így ennek megfelelően önálló életet adtak. Hadd mondjam el egyébként, hogy mi vezetett ide. Ezért vagy itt. A vita, amiről egy hosszú 49 perces napirendi pontba zajlott, az arról szólt, hogy Mengeléről lehet-e elnevezni utcát vagy teret a 11. kerületbe. A fővárostól kaptuk ezt a anyagot. Mengeléről valaki egész másról csak. Nem Mengeléről, bocsánat. Ez az. Jaj, igen, hát teljesen egyébként már meg vagyok keveredve. Úgy látszik, nem lesz jót az embernek, hogyha túl sok interjút ad. Nelson Mandeláról van szó, természetesen, bocsánatot kérek. A név hasonló, igen. Igen, és elhangzott ugye ez a szörnyetegnek a neve korábban a szádból. És elmondta a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk mozgalom, hogy ez egy tömeggyilkos, ez egy kommunista ember, aki a Szovjetunióval kapcsolatban állt, aki meghirdette a fehér fajnak a kiirtását, elképesztő dolgok hangzottak el. A másik oldalról meg elmondták, hogy valami nem stimmel ebbe a történetbe, hiszen béke Nobel-díjat kapott ez az ember. Yasser Arafat, aki világhírű terrorista volt, ő is kapott. Egy apartheid rendszer ellen küzdött. Nem akarok belemenni egyébként, hogy miként ezt ismerjük, hiszen ezt a rendszert a világ izolálta, nem fogadta be, nem vehettek részt az ENSZ munkájába, olimpiákon, nemzetközi kapcsolataik gyakorlatilag nem voltak. És akkor mondtam, hogy egy embert, annak a értékét, a munkáját megítélni csak az egész életének a tevékenységével lehet. Nem szabad kiragadni egy-egy szakaszt és abszolutizálni. Mert ha ezt a hibát elkövetjük, és ekkor jött ez a görbetükör, akkor végeredményben a gazdasági élet fellendítése kapcsán akár ezt a szörnyeteget is meg lehetne dicsérni. Hát itt már egész másképp hangzik, de azért ne dicsérjük meg. Ez volt a hiba. Ő jó szóra sem érdemes. Bocsánatot, sőt, kérek. A nevét sem kéne, hogy kimondjuk. Bocsánat, nem is mondtam lehet, ki. Hogy az előbb én is a Mengelét nem kellett volna, hogy kimondjam, de a Felkonf kedvéért muszáj voltam kimondani. Nincs ez az ember, minden tettébe egy gonosz ember, nem véletlen, hogy nincs neki andartája, nincs neki sírhelye, ahova elzarándokoljanak. A legteljesebb mértékben egyet értek vele. Tehát végeredményben én pontosan azt mondtam, hogy ezt az embert semmilyen körülmények között
Nem lehet megtenni azt, hogy egyetlen egy pici valamiért én azt mondjam, hogy ez egy fantasztikus valaki volt. Ez a félvilágot lángba borította, ez több millió embernek az életét vette el, az én családomból 7 embernek, anyai ágon nem ismerhettem meg senkit, tehát szó nincsen arról. Szóval azt akarod mondani, hogy egy olyan... Hogy nagyon szerencsétlenül. Olyan zsidó, nagyon szerencsétlen aki anyai haszon. Ágon, a halaká szerint zsidó, nem lehet olyan hülye, hogy Hitler Adolfot dicsérje. Ez így van pontosan. Ezt, okay. Ezt fordították ki, de azt kell mondanom, hogy hibáztam, hogy egyáltalán a nevét említettem, ezzel egyetértek, amit mondtál, és ezért mondtam akkor, és mondom most is, hogy mindenkitől bocsánatot kérek, mert nem ez volt a gondolatomban, nem ez volt a szándék egyik. Mi a válaszod azoknak a politikusoknak, akik azonnali lemondásodat követelik? Azt, hogy nézzék meg ezt az anyagot egyébként, hogy milyen környezetben született, és akkor a görbetükörnek, amiről beszéltem, a kerete is ott lesz. Mi történik ezről a Nelson Mandela-nak a egyáltalán, az lehet, hogy kapott béke Nobel-díjat, de sok tízezer ember talán neki köszönhetően nincs az élők sorában. Az, hogy nem fogadtuk el, ez félre lett tolva. Magyarul egyébként Nelson Mandela-ról most sem tér, mert egy térről volt szó, sem utca, nem kerül elnevezésre a 11. kerületbe. Ez tehát... nagyon érdekes, akkor azt is, hogyha oknyomozó újságíró lennék, akkor azt mondom, hogy dr. László Imre együttműködött a Jobbikkal és a Mi Hazánk mozgalommal. Nem, a gondolatisággal működtem, hogy egy olyan megosztó ember, aki ilyen indulatokat gerjeszt, 49 percen keresztül folyt ez a vita, ilyen indulatokat gerjeszt, azt meg kell gondolni, ezt is mondtam el a végén, hogy lesz időnk, gondoljuk végig, hogy egyáltalán ezzel a történettel mit tudunk kezdeni. Jelen pillanatban a válasz nem. Akkor ima a lehetőség, itt van Jákob, a mi robotkameránk. Nézz a szemébe, és hála az örökkévalónak, ezt a televíziót nagyon sokan nézik. Ha éppen nincs idejük most nézni, akkor megnézik az éjszakai ismétlést, vagy a hétvégi ismétlést. Minden kiemelt beszélgetést újra játszunk, hogy mindenki hozzájusson, sőt a YouTube-on is. Meg tudod erősíteni azt, hogy sem mindegy ember, aki orvosi esküt tett, egy tömeggyilkost semmiféleképpen nem nyilatkozhat róla pozitívan, még ha Isten ments lett volna, de ennek az embernek nem hiszem, hogy voltak pozitív gondolatai, mint politikus, aki egy demokratikus politikai pártnak a tagja. Szóval tiéd a Jákob, és mondd el Jákobnak. Hát elmondom Jákobnak, és akik mögötte vannak azoknak az embereknek is. Igen, ez az ember azt sem érdemli meg, ahogy idáig nem tettem, nem is fogom az életbe soha, hogy a nevét kiejtsem. Annak az embernek semmilyen körülmények közöttünk beszédtéma szintjén sincs helye. Végtelenül sajnálom, hogy ezt a görbetükröt megfosztva a keretétől kiegyenesítették, és tekintette rá, hogy én rám tudom, hogy vadásznak, hiszen kiállok az emberek egészségért, kiállok azért, hogy az egészségügyi rendszer normálisan és tisztességesen működjön, gondoljanak a tavaly őszi kampányba. Mert ez a rendszer, ami jelen pillanatban van Magyarországon, ez alkalmatlan a vitára, ez csak egyet ismer, az, hogy hogyan lehet egy karaktergyilkosság keretébe eltüntetni azt, aki számukra nehéz gondolatokat rögzít. Úgyhogy itt most én elkövettem ezt a hibát, ezért bocsánatot is kellett kérnem, ezt tiszta szívből tettem, mert az én családomnak vesztessége van, amit ez a ki nem mondott nevű ember meg az ő szellemisége okozott. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Újbuda 11. kerület polgármesterét, dr. László Imrét, egészségügyi politikust, a DK volt parlamenti képviselőjét, több magyar kórház és a magyar hadsereg orvosát, és van a katonai rangja is, de azokról most nem beszélünk. Hallották, egy biztos, mindannyian, addig, ameddig gondolkodni tudunk,
az agyunk vezéli, hogy mi jön ki a szánkon, tessenek odafigyelni, bízom benne, hogy nem lehet olyan görbetükör, aminek következményeképpen László Imre orvos még egyszer a szobafestő nevét kiejteni. Mi kiejthetjük mégpedig úgy, hogy emlékezünk és emlékeztetünk a gonosz tetteire. Tudják, a Tórában is van, akiről nem beszélünk, de mindig emlékszünk, hogy ott a gonosz. Amalékról van szó. Ő is, mármint a fennnevezett név is egy Amalek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm, hogy megnézték a Pirkadatot és a Pirkadat Extrát. Ne felejtsék el, hétfő van. Lesz ma a világ zsidó szemmel egyetemi oktatás és a világon mindenmi szemszájnak kedvese. Ebben is találkoznak velem, majd ezt követően holnap reggel a Pirkadatban. További jó tévézést. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm szépen.